A megbocsátás negyedik lépcsőfoka az, hogy megbocsássunk magunknak. Azok, akiket nagy csalódás ér, általában önmagukat kezdik el hibáztatni. Nem képesek megbocsátani önmaguknak a történteket, és az elszenvedett sérelem állandóan gyengeségeikre és hibáikra emlékezteti őket. Azon túl, hogy megalázottak, még szégyenérzetük és állandó bűntudatuk is van, amelyben a régmúltban elszenvedett megaláztatások keverednek a jelenlegiekkel. Ezért az önmagunknak való megbocsátás sarkalatos pont a megbocsátás folyamatában. Aki szeretne másoknak megbocsátani, de önmagának nem tud, az olyan, mint az az úszó, aki árral szemben próbál úszni. Minden erőfeszítése, amelyet mások hibáinak a megbocsátásáért tesz, önmaga elutasítása miatt semlegesítődik. Ha valaki súlyos sérülést szenved, akkor rendre magát hibáztatja a történtek miatt. A kemény csapás, Különösen, ha egy szeretett személy okozta, darabokra szaggatja belső világát, és így megbékíthetetlen belső erők törnek föl a felszínre. Csak a szívből jövő alázatos magunk iránt is teljes megbocsátás segíthet visszaállítani belső világunk harmóniáját. Csak ilyen állapotban csak ebből az alapállásból lehetünk ugyanis képesek megbocsátani másoknak. Az önmagunkkal szembeni ellenségességünk fő forrása a teljes boldogság és hiánytalan tökéletesség hajszolása. Lépésről lépésre meg kell tanulnunk elfogadni a végességet, tolerálni azt a tényt, hogy nem vagyunk tökéletesek. Korlátaink elfogadása hatalmas lépés az egészséges mentalitás, spiritualitás kialakításának útján. Ennek az elfogadásnak egyszerű szóval alázata neve. Önmagunk hibáztatásának és elutasításának egy másik forrása lehet az, ha a környezetünkben élő, számunkra fontos emberek, Negatív üzeneteket küldenek felénk. Akár szavakkal, akár másfajta metakommunikációval teszik is ezt, ezek a kellemetlen üzenetek kisebb rendőségű komplexust hoznak létre a személyiségünkben. Ez önmagunknak egy elérhetetlen ideállal való állandó összehasonlítgatásához vezet. Ezért alapvetően fontos, hogy meglegyünk győződve arról, hogy egy hiba nem kiavíthatatlan dolog. Nem vagyunk arra ítélve, hogy újra és újra ugyanazt az élményt éljük át, és örökösen szenvedni kelljen annak következményeitől. Ha úgy gondolod, hogy téged örökkön örökké üldöz a balszerencse, akkor a garantáltan bekövetkező sikertelenségekre programozott csak magadat. Ezért ahelyett, hogy egy-egy kudarc miatt folyton kínoznád magad, inkább arra törekedj, hogy levond a kudarcokból a tanúságot. Sok kudarc vált már remek meglátások, újrakezdési lehetőségek és sikerek forrásává az életben.